Úgy kezdődött, ha jól tudom, remélem jól tudom, hogy Kovácsné Molnár Eleonóra, aki a Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület elnökasszonya, megkereste Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház vezérigazgatóját, a Beregszászi Színház alapító rendezőjét, és azzal a kéréssel, és egyúttal javaslattal is fordult hozzá, hogy jó lenne, ha a Rivnák Tünde divattervező számára, alkotásai számára egy széles közönség előtt lehetőséget adnának az ő alkotásainak a bemutatására, amelyek főleg női, és ezen nem csodálkozok, hogy női, divatköltemények, és amelyeknek az a különlegességük, hogy bennük a múlt, a népi hagyomány elemei és motívumai együtt vannak jelen a mai modern divat elemeivel. Azaz, az alkotó megpróbál valamit a múltból áthozni ide a mába, és így adni neki további létet, életet. Július 21-én tovább fonhatjuk ezt az időfonalat. Ezúttal nem a múltat a jelennel köthetjük össze, hanem a jelent a jövővel. De milyen jövővel? Ez a jövő lehet nagyon szép. És hogy olyan legyen, ahhoz mindannyiunknak tenni kell. Minden egyes embernek, mindenkinek fontos szerepe van abban. Van esély arra, hogy nagyon szép legyen. Kívánom és remélem, hogy ezt az esélyt nem szalasszuk el. Elfogad a szavak. Nem lehettem édesapád temetésén veszekvilághoz. Még mindig nem jutott fel a tudatom, hogy egy családként immár négy országban élünk. Ja, de jó! A szovjet magyar! Országjárás! Országban van, földbolog is. Megismerte az emberek életét, húját, barát, örömét, s így jutott el, erre a vidékre is. Mindenhová eljutott, akkor még itt a Tisza partján hatalmas tölgy rengetegek voltak. Ugyan, Buzsdai, Egyőt! Csak így tudom, hogy meg a sűrű lombok között egy kicsi falu talvatett is állhatnak a tornácsok, így tudom, hogy sárkokat. Márkás, a Márkényel volt! Üdvözlök, király!